Üdvözlöm a nézőket! Ez az utcaembere a Klasszis YouTube csatornáján. Készpénz vagy bankkártya? Az utóbbi időben ismét fellángolt a vita. Valóban szükség van-e készpénzforgalomra? A kormányzati szándék a fekete gazdaság visszaszorítása érdekében a bankkártya forgalmat szorgalmazza. Mások úgy vélik, a készpénz szabadságunk záloga. Az utca emberét most erről a dilemmáról kérdezzük. Ön vásárlásai során bankkártyát használ szívesebben, vagy készpénzt? Bankkártyát használok. Miért? Mert nekem az kényelmesebb ellenőrizni. Ön bevásárláson, amikor fizet, bankkártyával, készpénzzel szeret fizetni? Miért? Kényelmes, tiszta, nincs nálam sok pénz, ennyi. Én készpénzzel inkább. Miért? Valahogy jobb. Nem szeretem ezeket a számítógépes dolgokat. Általában kártyával szoktam. Miért? Mert igazából talán egyszerűbb csak így elővenni és odaérinteni. Készpénzet szeretek használni. Miért? Hát már addig van szabadságunk, amíg készpénzünk van. Bankkártya. Miért? Kényelmes. Egyesek szerint a készpénz használata a szabadságunk záloga. Önnek mi a véleménye erről? Természetesen készpénzt is használok. Meghatározott összeget tartok magamnál mindig, hogyha úgy látom, hogy nem lehet bankkártyával fizetni, vagy egyéb akadálya van a sorba, nem állok, hanem van hely a pénztárnál, akkor fizetek. Tehát a kisebb összegért vásárolok, nem érdemes bankkártyát használni. Egyes vélemények szerint a készpénz a szabadságunknak az áloga. Önnek mi a véleménye erről? De jó ég. Semmi. Kitalálta ki. Valahogy emberségesebb a készpénzzel fizetés, mint a gépi. Tehát gyakorlatilag ott nincsen pénzmozgás, de ember úgy érzi, hogy nincsen pénze, hogyha kártyáról fizet. A kereskedőnek is jobb, mert a bankkártyáról levonnak neki bizonyos összeget, és azt gondolom, hogy akkor ebből őket is segítjük, hogyha minek készpénzzel fizetne. Ostobaság. Miért? Miért lenne bármivel is szabadabb az ember készpénzzel, mint kártyával? Hát hallottam, igen, és annyi lenne talán a véleményem, hogy talán kevésbé nyomon követhető, és talán ezért. Az álláspontok tehát eltérőek. Egyesek úgy vélik, a bankkártya mindenféleképp üdvös az egyszerűsége miatt. Mások viszont továbbra is a bankókra, érmékre esküsznek, azt ugyanis be lehet osztani. Ön hogy gondolja? Ha van álláspontja, iratkozzon fel a Klasszis YouTube csatornájára, és írja meg kommentben. Köszönjük figyelmét! Ön az utcaemberét látta a Klasszis csatornán.